A mai videó pedig, a címből nem meglepően, a gyertyákról fog szólni. Biztos nektek is volt már olyan, hogy folyt le a viasz a gyertya szélén, és ilyen kis torcsákban megállt, aztán megszilárdult. Ne dobjátok ki, hát pazarlás! Én újrahasznosítom. De ti is megtudjátok, el is mondom a módját. Összeszedett, fogsz egy konzervdobozt. Lehet nagyot is, minél több ilyen mellé folyt szar, parafin, vagy viasz, vagy hogy hívják van, annál nagyobbat is tudsz csinálni, de semmiképp se csinálj magasat. Például egy borsó, vagy egy babkonzerv, az túl magas, és amikor fogy ki belőle a viasz, akkor már az alján nem fog levegőt kapni, nem fog égni. De mondjuk ez a májkrémes konzerv, az egy kisebb kezdő gyertyának, így ez életem első saját magam által kraftolt gyertyája, szerintem megfelelő. Hogyha nagyobbat akarsz, akkor inkább valami lapos, mondjuk egy halas konzerv. Na, abból lehet, sőt, akár több kanócot is bele lehet rakni. És ugye felraktam a gázra. Elkezdtem melegíteni a konzervdoboz, dobáltam bele azokat a szar kis megdermedt izéket, és ugye mindig olvadtak szépen lassan bele, sokáig kellett melegíteni ahhoz képest, milyen pici. És akkor, igen ám, de folyékony volt, hát beleteszed a kanócot, eldől, ezt ki kellett, ez most spec két darab gyufasz áll egyébként letörve, de bármi más, ami éghető is fel tudja szívni, az jó, és megáll benne. Én próbálkoztam egy cipőfűzővel, de ugye az mindig lecsúszott, elhajlott bennem, nem jött be nekem, de valakinek biztos jobban bejön. És kiékelett szépen a két oldalról a gyufákat, hogy ne dőljön el, és úgy hagyod nagyon-nagyon sok ideig, és pár óra alatt, mondjuk legyen egy egész nap, hogyha jó nagyot csinálsz, akkor megkötés, és ilyen kis fasza lesz. Aha, most kéne valahogy fölvenni videóra, hogy mondjuk lássátok is. Na, megy, jó, fogjuk rá, hogy így mondjuk látszik is. Hát akkor kezdjük a gyújtással. Egész nagy lángja van, bassza meg. Hát, rohadjak meg, ez teljesen jó lett. És egy csodaszép májkrém, ami lobog. Kicsit mondjuk kormol. Hát jó, hogyha egy gyufát teszel bele, akkor biztos jobb. Na jó, most már szépen le is ment. Jut eszembe, az ilyenek készítéséhez mindig legyen nálatok egy szuper western viszkis. Nem, a lényeg, hogy vihargyújtó legyen, ne sima lángot adjon, hanem viharlángot, hogy tudj fejjel lefele is formálni rajta. Amikor beledobálod a dolgokat, és nem olvad el teljesen, vagy volt nekem is, hogy kilöttyent közbe, oda kötött, azt felszedtem, aztán beledobtam, és ugye huplis a teteje, akkor egy ilyen vihargyújtóval szépen el lehet egyengetni meg. Azért most is elég macerás lett volna ezt meggyújtani a szaros kis tűzköves öngyújtóval. Hát akkor jó próbálkozást majd mindenkinek!